Nos, üdv mindenkinek! Nem terveztem, hogy fölveszem a játékot, de hát aztán olyan helyen vagyok, gyerekek, hogy para. De tényleg. A lényeg az, hogy találtam egy bolygót, ez a Charybdis 3, ahol klónok vannak. Mégpedig olyan klónok, mint Roosevelt elnök, Wyatt Earp, Genghis Khan, és még sorolhatnám. Senki nem tudja miértjét, elviekben az lehet a háttérben, hogy ezeket a klónokat majd szépen beterítik velük a galaxist, és létrehoznak egy ilyen együttesen egy nagy emberi birodalmat, mint a nagy vezető klónjai. Nyilván a genetikájukban hordozzák az irányítást és a vezetést. Hát most elküldtek egy oda létesítmény, nekik ez egy ilyen rabszolgaság, mert egy adott zónán kívül nem mehetnek, mert egyébként szörnyű halált halnak, aztán újra leklónozza őket a rendszer, ott ahol vannak ezek a klónegységek. Ez mi akar lenni? Ez hülye. És hát most ide bejöttem ebbe a klóngyárba. Na, hát hogy csak most jöttem be, de itt bent valami mozgolódott, valami szörny. Én most kinyitom az ajtót, de rettentő para. És közben ott van valami nagyobb is. Ott. Jó ez a pisztoly. Jó, most ilyen öröklőszerem van, meg ilyen szarságok, mert nem akarok foglalkozni nekem. Sajnos nagyon ritka az, hogy van időm játszani. Valahol még vannak valamik. Nem tudni, hogy mi történhetett itt. Ezt nézzük már meg. Sikerült betűnöm a legfelső emeletre. Ez egyébként a legutóbbi frissítés óta az ő betű eltűnt a magyarításba. Ez egy űrhajó, ahogy azt mindannyian feltételeztük. Ja, Galatea felfedezése egyébként. A feljegyzések szerint a Galatea. Ja nem, ez maga az űrhajó Galatea. A hajó nagy részét lecsupaszították, de meglepő módon a kommunikációs rendszer működőképes volt. Volt egy üzenet egy másik hajóról, a Beagle-ről, amikor lejátszottam az adás, csak nyers zaj volt. Ma este megpróbálok visszamenni. Na de kinek az üzéje az? Ott azért a radaron van egy-két rossz arc. Napló menekülés. Ez a bezártság az őrületbe kerget. Nap mint nap a föld alatt. Azt hiszem Genghisnek igaza van, a szökés az egyetlen lehetőség. Talán nyomokat a létesítményben, de jó, haladunk. És itt van egy robot, az folyamatosan magyarázza, hogy súlyos károkat szenvedett. Na, mondjuk ennek a játéknak egyébként ez adja a sava borsát, én úgy gondolom. Vadász magot van. Hello? Rettentő para a hely. Jöhetné egyébként kicsit jobban is utánam, kis csaj, mert így... Na nézzük. Újjászületés. Ma új vagyok itt. Azt mondják, hogy már voltam itt korábban. Hogy újjászülettem. Tudok egy fiúról, Kublájról, ugye? Nagy Kublaj, és az ő eredményeiről, egy olyan nagy birodalom alapítója, amely vetekszik a történelemben létező összes többi birodalommal. A gépek azt mondják, hogy olyan vagyok, aki nem vagyok. De én nem az ő szabályok szerint fogok játszani.
Jó, most nem nyitogatom széfet. Ezt mind elvesszük. Na gyerünk! Hát ez nagyon para. Voltam az alienes hajón is már korábban, de... Igen, helyi állatvilág. De... Milyen klónozó telep ez? Vagy mi történt itt? Jó, előbb körbenézünk, ott itt valakit elkaptak. Genghis robbanása. Genghis valahogy hozzájutott a robbanószerekhez, a múlt éjjel mennydörgése ébredtünk. A létesítmény szüntelenül ismétlődött. A szigetelés átszakadt. Ez őrjítő. Ma reggel egy expedíciót küldtek ki a külvilágba, és ragadozókat jelentettek. Halálos ragadozókat mindenfelé. Amelia és Amenny Renas őrjöngve dolgoznak, hogy bármi olyat találjanak, ami fegyverként használható. Megpróbáltam bejutni a létesítmény belső szentélyébe. Sikertelenül. Nincs hová elbújni. Nincs mit tenni, csak várni. Oké, 7-ből 4 titkot már főfedeztünk. Pik-pik, trauma csomag. Máfa nincs itt? Nincs. Ott szok kéne egy kicsit. Szok, Liz. Liz, szok. Oké. Okay. Az Isten itt neki, de gusztustalan vagy. Jó az a pisztoly. Továbbra is azt mondom. Tök jó egyébként, hogy nem olvadnak bele a környezetbe. Ja, de... Te nem akarsz lőni egyébként senkire? Nem tervezed? Jó. Névtelen utolsó szavak. Itt ébredtem fel először. És most vérzek. Amikor először hallottam a küldetést, izgalmat éreztem, kiválasztottak minket. Újra uralkodni fogunk. De miután számtalan napot, éjszakát töltöttünk, ki tudja megmondani ezekben az ablaktalan csarnokokban. Nem csinálunk semmit. A létesítmény etett minket, a létesítmény ellát minket, és mi csak vitatkozunk. De most már többet teszünk, gyilkolni kezdtünk. Imádkozom, hogy megtaláld ezt, vérem testvére. Ne bíz, Bill Hickok, nem az, akinek látszik. Ja, a magyarítás nem a legtutingerebb, de a lényeg azért átjön, én úgy gondolom. Tök undorító, így fülesben vagyok. És ezt az állandó szörcsögő, förcsögő hangot hallgatni. Ó, tényleg hang. Még a végén nem hallottuk semmit belőlem. Ah, jó, be van állítva a régi szerint. Streamelő szerint! Orvosi készlet, orvosi készlet, jó, jó. Mondjuk annyi, vagy szarásig vagyok orvosi készletekkel. Hopp, itt van még egy log. Adak kérdései. Megválaszolatlan kérdések. Ki hozta létre a létesítményt? 2. A küldetés az igazi oka a létrehozásának? 3. Valóban osztozunk a névadóink DNS-ében? 4. Figyel minket valaki? 5. Vajon a robotok tényleg olyan értelmetlenek, mint amilyennek látszanak? 6. Az újjászületettek valóban azok, akiknek mondják magukat? 7. Még sok-sok kérdés. Olyan kevesen teszik fel a megfelelő kérdéseket. Panoptikum. Milyen hülye fordítások is vannak azért. Érdekes. Oké. Okay.
Ha tippelnem kellene, akkor szerintem oda kell menni. És minden vágyom ez. Do you think they have burrowed into the ground here? Or they originally came up out of it? Hát szerintem a földből jöttek ki. Rohadtul nem szeretném, hogyha... Szűk, de gusztustalan vagy. Itt egy kifordított ánusz. Ájjáj, haver! Ez kicsit gyengébb. Vagy gyengébb, erősebb. Jó. Megvan. Nothing there. Shame. Best not to leave anything useful behind. Hoppot, valamit szétlőttünk. Bírom az ilyen baszott nagy tereket, hogy... Hát is fölnézek, hogy mizu. Hát ki lehet menni. Flotty. Puhára érkezvén. Te pedig meggyögölvén. A létes mi lezárták, biztonság jó. Na nézzük. A létesítmény szíve, a danaplója. Évekig próbálkoztam és hibáztam, és mostanra már elég jártas vagyok ahhoz, hogy programozónak nevezzem magam. Elképesztő, hogy a dolgok mennyit fejlődtek az emlékeimhez képest. Ha belegondolok, hogy Babázs és én megnyitottuk a tudás és a hatalom eme mérhetetlen világát. Tisztában vagyok vele, hogy soha nem leszek mesteri programozó, nincsenek könyveim vagy szövegeim, hogy továbbfejlesztem magam, de a biztonság bonyolultsága itt ijesztő. A létesítmény teljes lezárás alatt áll, és az egyetlen megoldás a biztonsági felülbírálási kód. De hol van az? A létesítménynek ez a része le volt zárva előttünk, amíg Genghis be nem indította a robbanásait. És még itt sincs semmi ilyesmi. Bárcsak több időm lenne gondolkodni, de a szörnyek most minden teremben ott leselkednek. Talán a létesítményben keletkezett kár azt jelenti, hogy ez az utolsó életem? Kár érte. Annyi mindent meg kell még felfedeznem és megtanulnom. Tararara. Kaszkád hiba túlcsódoló diagnosztika önjavító rutinok. A korlátozó szárnyhoz való hozzáférés korlátozása. Kérjük, használja a biztonsági felülbírálási kódot a biztonság alatt értékelő történő szállításához. Na. Ja, hogy most vissza kell mennünk. És itt el kell döntenünk, hogy kinek adunk majd jelentést.
Ez what this? Mit a kinyitása? És ez ennyi? Ja, sejtem, hogy hol vagyok. Igen, itt voltunk. Oké. Na, ide. Gyors tarabellozom. Ennyiből egyébként jó a játék, mert nem kell annyit feltétlenül utazni. This is intriguing. A rather large amount of security for such a small place. És akkor most el kell döntenünk, hogy kinek mondjuk el azt, hogy mit láttunk. Itt van több társaság is. Oké. Okay. Ezt én ennek a csajszínak mondanám, mert a Rooseveltben nem bízom. Hogy hívek? Amani lenne az, hogy kér. Do not listen to Genghis. He will betray you. This will certainly lead to some interesting results. What is this? These papers are fascinating. And frustrating. So many questions I have. But for now, we must find the security override code to open the rest of the facility. There isn't anything like that in Crucible. This I know. This other ship, the Beagle, this must have the key we seek. Meg kell találnunk a Beagle-t. Yes, and I know just the person to ask. Ada Lovelace stays out of politics, but the science here is too intoxicating. She will help us. If anyone can find this Beagle, it is her. Beszélj Ada Lovelace-el. Ja, itt is van. Hát nem voltál messze. Na, beszéljünk már. Come from a spaceship. Of course we did. And there's another out there. What was the Beagle? Why did she and the Galathea part? But all of that in time. First, we must find her. She's not in this star system. I would have spotted her. Egyébként azt... We once eliminated all the believers. Kussolj már. Egyébként azt hittem, hogy sokkal parásabb lesz majd a létesítmény, mindegy, de ettől függetlenül érdekes meg titkokat rajt. Think upon them. The radio telescope. It has a default position. Aha. It resets every morning. I always wondered why point at Bell 5. Petty frustration I've dealt with for years. Perhaps the facility looks for her sister. És akkor az ott azon a bolygón lesz. Yes, it makes sense. I can send you the coordinates. The bell staff, the facility communicates via a secure. Adhere to the mission. Vizsgáljuk meg a belt. Hol van az, hogy mennyi kreditám van? Jajt van, 358 ezer. Mert itt azt írja, hogy adjak 150 ezeret, Isten tudja kinek. Ez az utóbbi ezt, de... Ez fia. Oké, és felszállunk a... Édes kicipici űrhajóckámmal. De hihetetlen mindig, itt mindig este van ezen a részen. Szavasz, Vasco. Ez az. Irány az űr? Lifting off now.
walks in. Jó. Ja, hogy itt van a szád, de nem, ott van a gondnál. Oh. Jump. Mi a rák? Beagle navigációs jeladó. Bár rossz állapotban van, ez a régi navigációs bolya még mindig tartalmazza a Beagle tervezett repülési tervét. A Bell 5 után a következő tervezett megálló a Zelazny I. Mielőtt neki megyünk. Csinál semmit. Ja, hogy oda kell menni. Azt a kurva. Ide. Egyébként még jó, hogy már itt felfedeztem a galaxis térképet. Gyerünk. Na, tűnj már. Ötszáz méternél lehet elvileg dokkolni, ha lehet dokkolni. Ó, baszki, nem azt akartam. Mondom, és megyünk ide erre az űrhajóra. Sokakat egyébként zavarnak ezek az átvezető videók. Engem nem. Na, gyerünk. Én már nem is tudom, hogy hol találtam ezt a pisztolyt, de ez valami brutális. Jó, most oké, igen, öröklőszert használok, és... időhiányos apuka vagyok, úgyhogy... kénytelen vagyok csalni, bassza meg. Nincs időm itt foglalkozni érnekkel, de... így is élvezem a játékot, az cső. Meg hát egyébként meg állna újra kéne tölteni, de jó az így. Rengeteg felfedezni valóan a játékban, úgyhogy... sajnos nincs mindenre ideje az embernek. Jó, egy tetvedék hajó ez.
Na, sehol senki nincs. Spotlight. Entirely sure of the temperature thresholds on our equipment. We may risk exceeding them. Okay, még itt körbenézünk. Valaki valahol rettentően mozog. Épp arra. Hát ez a dokk igazából. Jó, hát kizárásos alapon. Ez mi az? Trauma csomag. Ezen az ajtón kell tovább haladnunk. Hélium. Oké, hát nem itt kell menni. Itten. They certainly made sure to bring along plenty of robots. Igen, úgy tűnik. És ott is van bent egy robot, ami még bent van. Nagyszerű. Viszont van egy számítógép, amit meg kell nézni. Ó, hogy azt a dickpikes nyádat. Mert így. Mindenki kell próbálni előtte, és utána már jó. Nincs interfész. I've never had the patience for computer systems. Én nekem meg ahhoz nincs türelmem, hogyha valamit végigcsinálok, aztán így eredménytelenül, mert már szétlőttem a tornyot. Halló? Halihó? Hát ez itt a deck. Beagle Datacore. Bieber flotta incidens, hárman voltak. Lapidó kapitány felajánlott nekik mindent, amit csak tudtunk, de a könyörgés nem használt. Az ellenséges hajókat elpusztítottuk, de milyen áron? A Beagle súlyosan megsérült. A burkolati réseket sikerült lezárni, de a megmaradt legénység felét elvesztettük. Még egy utolsó ugrásunk van, ha nem találunk valamit a Zelazny rendszerben, méghozzá gyorsan, akkor végünk van. Zelazny jelentés. Itt még arra sem volt időnk, hogy az összes bolygót átvizsgáljuk. A hajtóműveink leálltak. A kapitánynak elég volt. Nagyon optimistán kezdtük a küldetést, de egyik kudarc a másik után következett. Négyen vagyunk. Dr. Zhao folyamatosan módosítja a kísérleti programot, hogy a Galatea nélkül is működjön. Mondtam neki, hogy már elvesztettük a genetikai anyag 20%-át. Megkérdeztem,
hogy kit kellene előnyben részesíteni, de attól tartok, hogy már nincs magánál. Arról álmodtam, a saját parancsnokságom lesz, de nem így. Végső bejegyzés. A sodródás 120. napja. Nincs több étel, nincs több víz. Én vagyok az utolsó, aki megmaradt, nem tudom, mennyi időm van még. A végül küldetése kudarcot vallott. Ha Dr. Chiang vagy bárki más a Galateáról olvassa ezt, igaza volt. Mindannyiunknak veled kellett volna maradnunk a létesítményen. Kikapcsolok minden biztonsági rendszert, így bármit elvihettek, amire szükségetek van a mentéshez és a helyreállításhoz. Szégyenkezve jelentem, hogy nem minden genetikai anyagunk maradt meg. Imádkozzam, hogy a küldetés folytatódjon a létesítményen. Isten irgalmazza mindannyiunknak. És megvan a biztonsági kód, le is töltöttük. Pá, 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 pá. Vegye meg a Dragon Star könyvet, de ezt utálom egyébként, hogy ezt nem tudták megoldani, hogy ne írja ki azokat a küldetéseket, amelyeket mondjuk én nem jelölök ki. Hát ez zseniális. Ránk engedik itt még a... robotockat. Remélhetőleg nincs több. De undorító ez a hang. Hát nem egy lútos hely. Azt el kell ismerni. Szavasz, Vaszkó. Na húzzunk. És akkor most elvileg visszamehetünk. Jump, jump, jump. Outsider, switching over to standard engines, please. We have a dangerous situation developing on Crucible. I could use your assistance immediately. Jövök. Már jövök is. Mi történt? Valakik lázadnak, vagy valamit nagyon-nagyon csinálnak. Na, ha meg is jöttünk. Futás, futás, és kivételesen nappal van, de legalább esik az eső. Ennek a hülyének oda tudom adni a kreditet. Ez bolond. Genghis Khan knows you have been to the facility, and unless we meet, he has said he will war upon us. I have asked Roosevelt to join our talks. In our last conflict, the pragmatists were useful allies. Know that we meet under a flag of truce. If any of us violate that, so no matter the provocation, no battle. Let's go. Okay. Beszéljünk ezzel a csajjal. Please. Deadly trouble is brewing. Deal. Yeah. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Halálos harc készülődik. Itt van Genghis Fater. Good. I see the outsider is here.
Speak your words, Genghis. But know that I have no fear of battle, for my cause is just. I know you've been to the facility. I know you have conspired together. Blood does not need to spill today, as long as the outsider promises one thing. Let the renegades go free. I have no idea. I just don't know what's out there. But the renegades will live fully and as well as we can. Na most elengedjük a lázadókat, vagy ne? Menjenek! You would? You can't have this both ways, outsider. I will not compromise on this. If you pledge to give the renegades freedom, then we will fight both of you. That is not good enough. Franklin, I know we have been at odds. Over many, many incarnations. But surely imagining the believers triumphing sets your blood to boil. Genghis. The mission is pure fiction. Of this we can both agree. The best outcome of any of us leaving in our present state is to fail in obscurity. But if one of us succeeds, it would visit untold misery upon the settled systems. Stranger, can't you see why we're not ready to leave Charybdis yet? I had hoped to convince you. If the mission even has a shred of a chance to be realized, can't you see, Rosalind? Engedjük el őket. Biztos érdekes lenne, ha itt maradna. The pragmatist will not fight today. Coward! As I was saying, I implore you, if the facility can give us more independence... No. The mission must be allowed to continue as it is intended. I sincerely hope you are right about all of this, Amonarinus. Because this is our one chance at fixing it. That went as expected. Are you ready to fight, outsider? Most nem mondod. Genghis mellett vagyok. Let's... Hát veled mi történt? Sokkot kapott. Sokkot kaptál. Always worth checking. Never know what you might find in the pockets. Most hogy ki kivel van, azt ne kérdezzétek. Ő itt szörnyet halt. Vége? Please, deadly trouble is brewing. Jó, beszéljünk Amanitas a menetetekhez a szállszal. Triumphed. And you, all that is left is to go to the facility and... to bring a new glorious age to the galaxy. Stay safe, Myth. Na most kell beszélni. Ez most miért lő? Most mi a pöcs? Miért lőttek? Hát... haverságban voltunk, vagy nem? Remélhetőleg izét... Ez igen, bazdmeg.
Ez rettentő jó egyébként ez a gyors mentés. Jó, a lényeg az, hogy Gingis ellen kell lenni. Meg utána nyomni kell egy quick save-et. Good. I have asked Rosa. Itt a találkozó. We meet under a flag. So no matter the provocation, let's go. Adhere to the mission. Tartsd magad a küldetéshez. Oké. Good. I see the outsider is here. Speak your. I know you've been. Blood does not need to. Nem mi sehova. Not me. Franklin, I. Over many. But surely I'm. Yeah. Genghis. The mission is pure. Best outcome. Stranger. As you wish. I'm on Arenas. The pragmatist. Coward! As I was saying, I implore you. No. The mission must be a. I sincerely hope you are right. That went as expected. Today the Khan falls. Yo, quick save. Azt hittem lefagyott, mert akkor... Genghis Khan ruhája, a fegyver nem kell. Jó, köcsök. Remélem most nem fogsz rám támadni. We have triumphed. All that is left is to go to the... And our prayers go with you. Miért támadnak rám? Ez hülye baza. Harc közben nem tudsz gyors utazni, de jó. Ezek úgyse halnak meg. Ezt tudni valami bug egyébként. Mindenkit nem lehet megölni. A cinci van. Ezt nem értem. Harc közben nem tudsz gyors utazni. Az Isten itt neki ennek, hogy nem lehet egy gombnyomással kilépni a térképről. Ez hihetetlen. Van még harc?
Nincs is harc. Hú, vakker. Hát akkor felszállunk a zűrhajóba. Landolunk a létesítményért, csak a kérdés az, hogy most így nem jön bennünk az a nyomorék csaj, akkor mi a? Akit agyon lőttünk, az a egyiptomi. Ez is érdekes egyébként, ez a, az egész bolygó sajnos ilyen bugos, meg mindegy, a játék is alapvetően van probléma. Igen. Igen. Ó, ne gravitáció. Jó. És itt megyünk le, most nem megyek ott körbe. Hát lehet, hogy nem fogom tudni befejezni ezt a küldetést. Öcsém. Hát de megvan a kód. Most frankon belebotlottam egy olyan bugba, nem tudom befejezni a küldőt. Hát ez remek. Igen, és a Pinával kellett volna beszélni, akit agyon lőttünk. Advával. Hát akkor gyerünk vissza ide. Hát akkor töltjük. The spoils of victory. Hopefully they amount to something. It is still hard to accept a stranger in our. Fölnyomjuk Wyatt-ot. Why would this? But he's not. He is a good man. But exactly. He's listen. Don't tell anyone else. I'm not sure what the... We should be judged by our actions. I guess we're done. Please, deadly trouble. We have triumphed. All that is left is to go. He
his namesake was a butcher. From killing this pale shadow again. Legyen meg. You are a stalwart. As you wish. De ez miért? Ezt a fasságot. Valami... valami nagyon bekever. Hát hátra tudunk vele beszélni. Hát jó, egyelőre itt félbe hagyjuk a küldit szerintem, mert lehet, hogy újra kéne kezdeni. Neki sok értelmét nem látom. Sajnos. Jó, skacok, hát mindegy, köszönöm, hogy megnéztétek, most egy belefutottunk egy elég csúnya bugba. Nem lehet befejezni a küldetést, amit látjátok. Ez nagyon gáz. És végén nyomod érted az egészet, és akkor a végén elbuksz egy ilyen fasság miatt konkrétan. És egyébként a... hol vagy? Hát szerintem itt ezt újra kell kezdeni majd. Jó, mindegy, köszönöm a figyelmeteket innen, megpróbálom majd folytatni. Igazából itt érdekességként szeretem bemutatni ezt a küldit, de hát ez így bugba fulladt. Minden esetre azért köszönöm a figyelmeteket, legyetek jók, sziasztok!